Véget ért az NB1-B és női kézilabda bajnokság őszi szezonja. Az utolsó fordulóban a Kozár Mislány ellen lépett pályára Marcali. Talán az elmúlt heti Budaörs elleni győzelem vett ki a lányokból a zárófordulóban. A baranyaiak ellen sikerült gyors támadásokat végrehajtani, a védekezésben a mislenyek bizonyultak jobbnak. A hazaiak három gólgépe ezúttal is hozta formáját. Balogh Bea, Balogh Piroska és Gácser Klaudia ontotta a gólokat, de még ez sem volt elég a győzelemhez, a mindvégig szoros mérkőzést végül kielezett csatában a Kozár Mislen nyerte. A Marcali hihetetlen precízis, annyira jó játékot játszik, meg rutinosak, hogy nagyon-nagyon nehéz ellenük játszani. Tehát hihetetlen jó dolgokat csinálnak védekezésben, a csapdázásaik, meg ugye támadó játékban is annyira színesek, hogy hát igazából, hogy most ki koncentrált jobban, talán ez döntött is meg az, hogy az elején kicsit elmentünk, és nekik meg ugye futni kellett az eredmény után. Azt gondolom, hogy mind a két csapatban benne van a látványos játék, aztán a nagy rohanás miatt talán voltak hibák is. Hát ez benne van a gyors játékban. Így van, mind a két csapat, én úgy gondolom, hogy színesen kézilabdázik. Megpróbálunk nem ezt az ilyen egyvonalú altatott játékot játszani, hanem megpróbálunk jó dolgokat csinálni. Hát ebben benne van a hiba, a gyors játék a lerohanásunkban abszolút, tehát itt eldobáltuk össze-vissza a labdákat. De hát ez a jövő kézilabdája, ehhez kell alkalmazkodni, és végül ezt is szeretjük csinálni, csak hát ebben benne van a sok hiba. És hát itt közre játszik, hogy milyen a védelem, hogy utána esetleg egy ilyen történetet ki tudunk úgymond védekezni, vagy ki tudjuk javítani. Én úgy láttam, hogy tudatosan törekedtetek arra, hogy villámgyorsan hozzátok fel a labdákat. Így volt ez? Hát igen, így ez a játékunk alapvetően, de a Temarcai készült rá, hogy igazából talán egy-kettőt tudtunk gyorsan végrehajtani, nekünk is föl kellett mennünk támadni, mert visszaértek, úgyhogy le a kalappal a Marca előtt, mert ahhoz képest, hogy azért időben, vagy korban ők azért jóval fölöttünk vannak átlagban. Hát hihetetlen jó munkát végeztek, és mondom, nagyon jó ellenük játszani, tehát hihetetlenül föl kell készülni ahhoz, hogy itt náluk, hazai környezetben itt elhozzuk a két pontot. A 15-16-os félidőt követően 28-30-as végeredmény ellenére sincs szégyenkezni valója Balogh Bea csapatának. Több rangadót megnyerve sikeresnek értékelhető őszi teljesítményük. Azt hiszem, hogy már az elején lehetett érezni, hogy nem igazán úgy megyünk, tehát az első félidő már nem úgy sikerült, ahogy tényleg az előző mérkőzésen lehetett látni. Ennek vannak okai, igazán nem mentséget keresve, de tényleg a Dudi egész héten beteg volt, és mindenkinek elég húzós hete van. Ugye ezt már említettem múltkor is, hogy ez sajnos befolyásolja a teljesítményünket, az, hogy a munkába egy ember mennyit tölt, otthon milyen problémák vannak. Úgyhogy most ez így eléggé összejött ezután, a múlt hét után, nagyon nehezen tudtunk talprán és összeszedni magunkat. Én úgy gondolom, hogy hajtottunk, tényleg küzdöttünk. Egy picit azt hiszem, hogy a fejünk hiányzott most ez a befejezésekbe, tehát az ittszer kihasználásokba többet hibáztunk, illetve a védekezésbe több olyan probléma volt, amit nem igazán tudtunk megoldani. Én azt hiszem, hogy nincs szégyenkezni valónk ezt az őszi szakaszt. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó eredménnyel zártuk, és én nagyon remélem, hogy a tavaszt is hasonlóan tudjuk majd hozni. Sajnos nem sikerült a dobogós helyet megőrizni a szezon végre, így tavasszal új kihívással folytatódik majd a bajnokság.